november, akkor szívügyünk Fehérvár. Jó estét kívánok! Az idei évben immár 5. alkalommal rendezi meg a város és a Fejér megyei Szent György Kórház nagyszabású szűrőnapját. Hogy mi mindennel várják a fehérváriakat és a megyében élőket november 7-én, azt a mai esti mérlekből megtudhatják, ha velünk tartanak. A város legnagyobb egészségügyi szűrőnapjára várják újra a fehérváriakat november 7-én szerdán az Alba Régia sportcsarnokba. Idén is számos ingyenes vizsgálaton vehetnek részt az érdeklődők, akik szakorvosokkal is konzultálhatnak. Az egészség megőrzésének, a betegségek elkerülésének legjobb módszere a megelőzés. E gondolat jegyében fog össze ismét Székesfehérvár önkormányzata és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház november 7-én szerdán. Idén ismét számos ingyenes vizsgálatot vehetnek majd igénybe a látogatók, emellett tanácsadásokkal is várják a fehérváriakat és a megyében élőket. Most már sokkal könnyebb dolgunk van, mint az első pár alkalommal, mindenképpen hiszen már megvannak a vizsgálattípusok, amire igénye van az embereknek, illetve amivel a kórház ilyenkor tud szolgálni a lakosság számára. Sokkal könnyebb most már megszervezni egy ilyen 2-3 ezer fős rendezvényről beszélünk különben, úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk az embereket. Mi minden fog történni akkor szerdán 3 órától, mi mindennel várják a fehérváriakat? Hát, mint újdonságként említettem az előző sajtótájékoztatón, hogy maga a pavilonrendszer lesz egy új, ahol intimitást teremthetünk az orvos és az érdeklődő számára, hogy egy kicsit bensőségesebb légkörbe tudjanak beszélgetni, de pedig a nagy, teljes nagy nyilvánosság előtt. Tehát már maga a helyszín egy kicsit újításnak néz elébe, illetve hát mindenféle vizsgálatokkal várjuk, ugyanúgy a tavalyi évben is, köztük ugye az anyajegyszűrés, ami nagyon fontos a hölgyek körében, az emlővizsgálat, ugye a mammográfia előjegyzés, az uraknál az urológiai szűrés, vastagbér, szűrés, tehát ezek egy ilyen kiemeltebb vizsgálatok, amit én fontosnak tartok a lakosság szempontjából, illetve a mai rohanó életmód szempontjából. Lesz stressz szűrésünk, illetve hát, hogy az egészségfejlesztési iroda is 3 külön vizsgálattal jön. Ez a testtömeg összetétel, tehát minőségi összetétel, COPD szűrés, ami szerintem szintén fontos, mert nagyon-nagyon sok dohányos van, illetve amivel jönnek ők is, ugye a légzés funkció vizsgálat még emellé. Úgyhogy ők is külön egy ilyen részt fognak képviselni, és hát ugye a kórház szintén ezekkel a vizsgálatokkal is. Az első állomása ennek a szűrővizsgálatnak, ahogy belép az ember a csarnokba, egyből az általános vérnyomás, koleszterin, vércukorszint és BMI testtömegmérés lesz, tehát ahol kap a kedves érdeklődő egy alapinformációt saját magáról, és amivel könnyebben is tud ugye tovább menni az egyéb szűrővizsgálatokra, illetve a szakorvosokkal, ugye ezért kicsit részletesebben tud tájékozódni a saját állapotáról. Mi történik akkor, hogyha valakit kiszűrnek? Tud-e mondjuk rögtön időpontot kapni a kórházban egy vizsgálatra, vagy a továbbiakban mit tud tenni? Mammográfia előjegyzést azt tudjuk, hogy lesz. Ha minden igaz, lesznek bizonyos vizsgálatok, ahol ezt a szakorvosok, illetve hát ugye a rendelőintézet ezt lehetővé teszi, hogy időpontot is adjanak. Lesznek közben színpadi programok is. Most egy kicsit ez is változást mutat, így az előző évekhez képest. Most, ha jól látom, akkor leginkább a mozgáson lesz a főszerep. Pontosan igen, a mozgásformákra, egy kicsit a mozgásra hívjuk föl a figyelmet, hiszen a rohanó világban az egy dolog, hogy dolgozunk és akár rohangálunk munkánból adódóan, de az nem megfelelő ugyanannak a mozgásnak, amit az ember rendszerességgel végez az egészség megőrzésének a fontossága miatt. Úgyhogy lesznek gyógytorna bemutatóink, lesznek idősebbeknek szánt csontritkulásos bemutató, a 3-1-2 meridian torna az nagyon népszerű szintén az idősebb hölgyek körében, ők is jönnek, lesz külön gyógytornánk, tehát ami nem csontritkulásos, lesz a nyitott tormatermeknek a programja, ami abból a szempontból fontos is kiemelni, hogy ez ingyenesen vehető igénybe Székesfehérvárot. Ugye ezután utána lehet nézni az online felületeken, hogy hol, mikor, melyik iskolában lehet rendszeresen menni, mozogni szakvezetőkkel, tehát ugye testnevelés tanárokkal, illetve gyógytornászokkal szintén, úgyhogy érdemesnek tartjuk ezeknek a bemutatását, és illetve hát erről az információról még az egészségfejlesztési irodasátránál is lehet majd érdeklődni, mert ott minden
elmondanak az érdeklődőknek. Minden évben egy gyermekrajzpályázat is kapcsolódik ez a rendezvényhez. Most hogyan lett ez meghirdetve, és kiktől milyen munkákat vártok, illetve mi az, amit most ezzel nyerhetnek, akik győztesek? Ezt meghirdettük az óvodáknak zárt körön, tehát nem nyílt pályázatunk volt, hanem minden óvodavezető kapott erről egy értesítést, egy e-mailt, hogy nekünk van egy ilyen pályázatunk, a Szívügyünk Fehérvárral kapcsolatban, és azoknak az óvodáknak hívtuk fel a figyelmét, hogy akik neten egészséghetet tartottak a közelmúltban az óvodában, azok csoportos munkát, elsősorban csoportos munkát küldjenek be számunkra. Ez bármilyen témával, bármilyen technikával készülhetett pályázati anyag volt, de ugye az volt a lényeg, hogy csoportosan, illetve a csoportokat is fogjuk jutalmazni, tehát hogyha egyéni pályázó nyert esetleg, akkor az ő csoportja részesül jutalomba, ez egy ajándékutalvány formájában, amit rajzeszközökre, illetve írószerekre tudnak majd váltani. Lesz az épületen belül egy gyermekmegőrző, a program elejétől a végéig a Csemete Alapítvány segítségével, és ők fognak vigyázni a gyerkőcökre különböző kreatív programokkal egybekötve. A tavalyi évben sokan fordultak a szűrőnap keretében tüdőgyógyászhoz kérdéseikkel, a legtöbben a dohányzásról való leszokáshoz kérnek ilyenkor segítséget. Tüdőgyógyásszal általában minden beteg előbb-utóbb kapcsolatba kerül. Köhögéses panaszok, dohányzás kérdésköre, leszokás lehetőségei, ezek szoktak általában elsőként előkerülni. Minden tüdőbetegség és sok más betegség egyik legfontosabb faktora a dohányzás. Azt szoktuk ilyenkor elmondani, hogy az elszánást nem tudjuk pótolni, anélkül nem megy, de ha valakiben elszánás van, akkor tudunk olyan támogató módszereket ajánlani, amik segítenek a nehéz első néhány hónapban. Általában azt mondják, hogy a fokozatosan lerakás, tehát hogy most egy csomagból csak 15 szál vagy 10 szál legyen, az nem egy túl jó módszer. Sokkal inkább a elhatározásnak egy adott ponton a teljes lerakást kell követnie, és akkor a nikotin pótlásával lehet a tüneteket, az elvonási tüneteket pótolni vagy megszüntetni, és akkor sikeres lehet a leszokás. Általában azt mondják, hogy ha 3 hónap eltelt már cigarettázás nélkül, akkor már bízni lehet abban, hogy ez egy sikeres program lesz. Kellő erős elhatározás nélkül nem lehet leszokni sajnos egy ilyen szenvedélybetegségről. Csernavölgyi István, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója az elmúlt évben rendezett szűrőnap kapcsán elmondta, az esemény évről évre egyre nagyobb tömegeket vonz, ami a kórház munkáját is segíteni tudja azzal, ha felhívják a figyelmet a prevencióra. Tulajdonképpen van egy célunk, amit ki is mondtunk évekkel ezelőtt, hogy azokat a morbiditási és mortalitási, tehát megbetegedési mutatókat, melyeket ismerünk és melyeken javítanunk kell, elkezdjük a betegség megjelenését megelően menedzselni, azaz szűrünk, megelőzünk, felvilágosítunk, a lakosságot megtanítjuk arra, hogy hogyan kell és lehet egészségesen élni, hogy mikor kell elmenni szűrővizsgálatokra. Én úgy gondolom, hogy a következő évtizedekben már sokkal kevésbé későn fogjuk a betegségeket fülön csípni, nyakon csípni, jobbak lesznek a gyógyítási esélyeink, kevesebben fognak megbetegedni valójában, hiszen csak egy példát mondok, ami az érrendszerre károsan hat, a legnagyobb szervünk ugye az érrendszer, minden, ami erre károsan hat, a magasabb vérzsírszint, a magasabb vérnyomás, a magasabb vércukor, és sorolhatnám a végtelenségig, kezelődik, időben felfedeződik, nem alakul ki a betegség. Ez a célunk, hogy a következő generációk sokkal jobb eséllyel fussanak neki az életnek, sokkal tovább tudjanak egészséges években mérhető életet élni, mint a jelenlegi adatok mutatják. Centrálva az érrendszerre minden, ami ide vonatkozik, az ideggyógyászati kardiológiai vetületét, a belgyógyászati vetületét, a labor vetületét, és sorolhatnám mindent ide számítva. Sajnos nagyon sok az onkológiai típusú megbetegedés napjainkban. Ezeknek a szűrésére szintén nagy hangsúlyt fektetünk, és itt is a megelőzésre, az életmódra, hogy mik azok a rizikófaktorok, amikre oda kell figyelni, például dohányzás, hogy ne ragozzam túl sokáig, de ez például egy abszolút pregnáns példája ennek. Nagyon fontos a sok-sok légzőszervi betegség, szintén időben fel kell fedezni, kezelni kell, kezelhető, ezekkel foglalkozunk.
a mozgásszerű megbetegedések, nagyon-nagyon sok a mozgásszerű megbetegedés, és a mai szűrőnapon egy új típusú szűrőpanelünk is lesz, ez az ortopédia megbetegedésekre vonatkozik. A korábbi mozgásszervi szűréseken az oszteoporozis és egyéb szűrések nem túl. Tehát azt gondolom, hogy a paletta az föl sem sorolható így egy szuszra. Megpróbáltunk mindent górcső alá vonni, ami a megelőzést célozza. Amikor már panaszok érkeznek, akkor ugye már valamit gyógyítanunk kell. Hát nyilvánvalóan az én sátromban elsősorban a kardiológia tárgykörébe tartozó panaszokkal érkeznek, de pontosan arról beszélgettünk, és ez jó, hogy már a panaszos páciens már gondolkodott azon, hogy a jövőben hogy tudja megelőzni, mit tud tenni a saját egészségéért, hogy jobb helyzetbe kerüljön. Ezeket a kérdéseket ő maga tette föl, és nem én adtam a szájába. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy valami elindult a közgondolkodásban, ami egy nagyon pozitív irány. Úgy döntöttünk közösen, hogy ezt minden évben egy alkalommal megrendezzük. A város legnagyobb szűrőnapján tavaly 2500-an vettek részt. Ez a szám is jól jelzi, hogy a fehérváriak körében mennyire népszerű a program. Országosan talán még ma is egyedülálló, hogy egy megyejogú város és egy kórház közösen szervez egy ilyen kicsit grandiózusabb, hatalmas nagy szűrőprogramot. 14-ben indítottuk el. Kurens volt talán az elindulásnál az is, hogy nem csak a szűrésekről szólt, hanem egyrészt egy gyerekeknek szóló pályázatot is kiírunk minden évben a témában. Az elmúlt években mindig egyéni volt ez a pályázat, tehát egyéni pályaműveket vártunk. Az idei évben annyit módosítottunk ezen, hogy én nagy lehetőséget láttam abban, hogy óvodás korcsoportnak szóló pályázatról van szó, és mivel az alpolgármesteri területemhez tartoznak az óvodai intézmények is, és az óvoda intézményvezetőkkel rendszeresen találkozom, ezért most kicsit nyitottunk, és felajánlottam nekik, hogy ha van az intézményekben erre fogadókészség az óvodapedagógusok részéről, akkor akár a pályamű elkészítésének a hete szólhat erről a témáról is. Nyilván játékos formában lehet beszélgetni a gyerekekkel arról, hogy miért fontos az egészség, mik is a szűrések egyáltalán, mi történik ekkor, és aztán közösen is lehet alkotni pályaművet, az alkotás bármilyen technikájával, legyen az festék, nem tudom, színes ceruza, rajz, ragasztás, tehát egy ilyen vegyes pályamű is születhet, és egy nagy méretű. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, de nagyon fontosnak tartom, mert a jövő generációjának minél kisebb korban érdemes szerintem azzal megismerkedni, hogy nem kell megvárni a betegséget magát, hanem meg tudjuk ezt előzni. Szóval ez egy nagyon, azt gondolom, hogy az élettel nagyon együttjáró téma. Tehát ez most az idei évben egy újdonság lesz. Már rögtön az első évben azt tapasztaltuk, hogy hihetetlen több ezer fő volt, aki a csarnokba eljött. Nem csak a székesfehérváriaknak hirdetjük, hanem a megye településein élőknek is, de hát senkitől nem kérünk természetesen lakcímkártyát. Most az idén az is egy kis változás, hogy meghittebb módon rendezzük be a csarnokot. Nyilván odafigyeltünk az elmúlt évek tapasztalataira, véleményekre. Illetve szerintem az is egy nagy lehetőség ennek a délutánnak, hogy szakorvosokkal is lehet találkozni, vagy akár a csarnokban több orvos is megjelenik, olyanok is, akik esetleg nem szűrnek konkrétan, de ott vannak velünk, oda lehet hozzájuk menni, lehet velük beszélgetést kezdeményezni, kérdést feltenni. Hála Istennek haladunk a korral, és egyre több ember tartja fontosnak, és nem fél, mert azért nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az emberekben működik egyfajta félelem, hogy amíg nem nézünk szembe a dolgainkkal, addig nincsenek is. De hát közben, ha van valami probléma, akkor az súlyosbodhat. Én azt gondolom, hogy ezek a gátlások lazulnak, és az emberek rájöttek arra, hogy minél korábban bármilyen testrészükkel kapcsolatos problémáknak utána mennek, vagy elébe mennek, akkor sokkal hamarabb van gyógyulás, vagy nem lesz olyan súlyos a helyzet. Úgyhogy szerintem ez az egyik oka, és nyilván ehhez hozzásegít talán az is, hogy nem csak ez az egy szűrőnapunk van, azért Székesfehérvár az elmúlt években nagyon-nagyon sokat haladt a szűrések területén, városrészekbe visszük a szűrést, járt itt a nagy országos szűrőbusz, autóbusz, ami szintén itt volt a Palotaváros közelében, szóval nagyon-nagyon sok módon
tesz a város azért, és hát nyilván talán ennek is van ebben szerepe. Illetve még egy újdonsága lesz az idei évnek. Nemrégen nyitottuk meg a Jancsár utcában az egészségfejlesztő irodát. Az egészségfejlesztő iroda is kijön a Csarnokba. Nyilván azért, hogy közelebb menjen az emberekhez, hogy aztán majd a szűrőnap utáni naptól pedig az irodát látogassák minél többen. Annyira jelen van a Humán Szolgáltató Intézetnek az egészséggel kapcsolatos munkája a városban, hogy pillanatok alatt elmegy ennek a híre, tehát olyan különösebb reklámot szerintem nem igényel. Talán annak köszönhetően is, amit az imént említettem, hogy nem csak egy helyen tartjuk a szűrőprogramokat, hanem kimegyünk a város részekbe. Tehát igyekszünk közelebb vinni nyilván főként az idősebb, vagy akár a gyermekes édesanyákhoz, vagy az idősebb korosztályhoz a szűrést, hogy még csak autóbuszra se kelljen szállni, hanem minél közelebb legyen a lakóhelyükhöz. És hát ennek nyilván megvan a hozadéka, és így az információ is sokkal gyorsabban és hamarabb ér el a székesfehérváriakhoz. A szűrőnaphoz kapcsolódóan a szervezők ebben az évben is pályázatot hirdettek az óvodás korosztálynak az egészségmegőrzés jegyében, újdonságként pedig a látogatók megismerkedhetnek a székesfehérvári egészségfejlesztési iroda életmódváltó programjával is november 7-én délután 3 órától az Alba Régia sportcsarnokban. Mindenképpen érdemes lesz tehát november 7-én az Alba Régia sportcsarnokba ellátogatni és igénybe venni az ingyenes szűréseket, hiszen az egészség a legfontosabb, és mindez a prevencióval kezdődik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!